Amikor kisbaba érkezik egy családba, az egyik nagyon fontos és izgalmas feladat a névválasztás. Sokan vannak, akik már előre tudják, hogy milyen nevet fognak adni, de többen tanácstalanok. Mit tehetünk ilyenkor, hogyan választhatunk nevet? Vannak, akik a naptárakat böngészik, vannak, akik az internetről próbálnak ötleteket meríteni, de sokan különböző névkönyveket lapozgatnak. Nagyon fontos tudni, hogy ma Magyarországon a magyar állampolgárok számára egyetlen hivatalos, az összes választható utónevet tartalmazó lista létezik, amely az interneten a Nyelvtudományi Kutatóközpont oldalán található meg. Ez a lista minden hónapban bővül az előző hónapban bejegyzésre javasolt nevekkel. A nevekről hasznos információkat tudhatunk meg, szintén a Nyelvtudományi Kutatóközpont honlapján található utónévkeresőben. Az utónévkeresőben számos szempont szerint válogathatunk az adható nevek között. Kereshetünk kezdőbetű, eredet, névnap, becézés, szótagszám, hangrend, magánhangzók és gyakoriság szerint is. Akár több szempont szerint is kereshetünk nevet, például kiválogathatjuk a latin eredetű, a virágnévből származó, vagy a rövidüléssel keletkezett neveket, az egymásnak megfelelő férfi-női névpárokat is. Sőt, megtudhatjuk, hogy a kiválasztott névnek melyek a rokon nevei, hogyan becézhetjük, illetve mikor van a névnapja. Azt is érdemes tudni, hogy Magyarországon van 13 hivatalosan elfogadott nemzeti kisebbség. Ha valaki ezek közül valamelyikhez tartozik, akkor ő még annak a nemzetiségnek a névlistájából is választhat. Ezek a listák az adott nemzetiség országos önkormányzatának honlapján érhetők el. Ha a vágyott név nem található meg egyik listában sem, akkor van arra lehetőség, hogy a nevet kérvényezzék a miniszterelnökség hatósági szakigazgatási főosztályán. Ekkor egy letölthető űrlapot kell kitölteni a kérelmező adataival, elérhetőségeivel, illetve az, hogy hogyan kérik majd az értesítést. Az űrlap tartalmazza a kért nevet, annak eredetét, jelentését, ha ezt nem tudják a szülők. Érdemes a nevet az eredeti írásformában is feltüntetni. A névkérelem benyújtásakor mindenképpen vegyük figyelembe, hogy vannak jogszabályok, illetve a Nyelvtudományi Kutatóközpont utónévbizottsága által összeállított alapelvek. Ezeket érdemes a név kérelmezése előtt tanulmányozni. A jogszabályok, illetve az alapelvek is elérhetőek a Nyelvtudományi Kutatóközpont honlapján. Az űrlapot e-mailen vagy postai úton lehet elküldeni. Az e-mail cím hatosagi@me.gov.hu, a levélcím 1357 Budapest, postafiók 6. A névkérelmet a miniszterelnökség továbbítja a Nyelvtudományi Kutatóközpont utónévbizottságának. Az utónévbizottság a jogszabályokat és az alapelveket figyelembe véve szakértői véleményt készít a névről, azaz javasolja, vagy nem javasolja annak bejegyzését. Az elkészült állásfoglalást visszaküldi a miniszterelnökségre, akik aztán értesítik a szülőket a döntésről. Ha pozitív a válasz, akkor a kérelmezett név a következő hónap elején fölkerül a Nyelvtudományi Kutatóközpont honlapjára az adható nevek közé. Ettől kezdve a név már mindenki számára adható, választható név lesz.